12. alkalommal rendezték meg a Szekszárdi Garai János Gimnáziumban a Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyt. A kétfordulós megmérettetés elődöntője már a tavalyi év végén lezajlott, ebben a fordulóban már az 5 legjobb csapat mérte összetudását. A diákok az ország több pontjáról érkeztek. Ajerbach Anita, a szolnoki Verségi Ferenc Gimnázium tanulója, az iskolájában látta meg a felhívást a pályázatra, és örül neki, hogy eljött a megmérettetésre. Eddig nagyon tetszik a verseny, mivel szerintem nagyon izgalmas feladatok vannak. Először, amikor írni kellett, hát azon meglepődtünk eléggé, de nagyon tetszett, illetve most ez az informatikai feladat is meglepett minket, de szerintem jól megoldottuk, legalábbis remélem. A verseny elődöntőjében Pilinszky János nyelvhasználatával kapcsolatban kellett blogbejegyzéseket készíteni a csapatoknak, illetve egy karanténszótár megalkotása is a feladatok között szerepelt, amiben a koronavírus járvány kapcsán keletkezett új szavakat gyűjtötték össze. Azok a diákok, akik eredményesen teljesítették ezeket a feladatokat, jutottak a döntőbe. Akik részben ezekhez az előzetes feladatokhoz kapcsolódó, részben új feladatokat kapnak, de mindegyik Pilinszky János költői nyelvhasználatához, illetve a karantén nyelvhez kötődik. Most jelen pillanatban a második feladaton dolgoznak a számítógépes teremben, ahol egy elképzelt profilt, közösségi profilt kell készíteniük Pilinszky Jánosnak, megadott szavak felhasználásával, amelyeket például a karantén szótárból válogattunk, műfaji megkötéssel. A verseny szervezői évről évre olyan költőt vagy írót állítanak a középpontba, aki vagy Szekszárdhoz kötődik, vagy évfordulós. Így esett a választás Pilinszky Jánosra, hiszen 2021-ben ünnepeltük születésének 100. évfordulóját. A megmérettetés színesítette az is, hogy a diákoknak a digitális tudásukról is számot kellett adniuk. Egy olyan világba kellett elkalauzolni a zsűrit, ahol megmutathatták, hogy a Pilinszky ma is élne, hogyan nézne ki a közösségi profilja, milyen tartalmakat osztana meg. A megmérettetésen összesen 15 diák vett részt, legmesszebbről a fehér gyarmati csapat tagjai érkeztek. A versenyt a Budapest 7. kerületi Madách Imre gimnázium csapata nyerte.